Idén a Tahitót falui Pollák Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola két végzős osztálya ballagott el. Az ünnepségen részt vett, és a diákokat köszöntötte Sajtos Sándor, a település polgármestere is. Megszólalt a csengő, mely a 8. osztályosok számára utoljára szólal meg ebben az iskolában. Isten veledek, cimborát! A csengő hangja és a két ballagó 8. osztály bevonulása, valamint a himnusz dallamai után elsőként Tahitót falu polgármestere köszöntötte a jelenlévőket. Sajtos Sándor a Covid időszak nehézségeire célozva mondott köszönetet a pedagógusoknak és a szülőknek, majd a diákokhoz fordult. Emberpalánták vagytok, ha már nem gyerekek, de még nem is felnőttek. Nektek célotok van és feladatotok. A célok ugyanaz, mint minden más embernek a Földön, hogy boldogok legyetek. És ez legyen az elsődleges. Hogy otthon találjatok a világban, a feladataitokat pedig a kijelölt képességetek szerint végezzétek. Kívánom nektek, hogy legyetek életetekben egyéniség, legyetek karizmatikus alkat, leálljatok ki a ti gondolataitokért, a gyerekekért, a családokért, majd a ti családotokért. Legyetek konzekvensek. Nem mindig lesz könnyű, nem mindig tehetitek meg, de érdemes, higgyétek el. Ezt követően a 7. évfolyam diákjainak búcsúzása következett. Üres és csendes lesz az iskola nélkületek, de soha ne felejtjétek el, hogy a Pollák Mihály Általános Iskola tanulói voltatok 8 éven át, ezért az emléketek sokáig őrizni fogjuk. Kívánjuk, hogy a kiáltósvényetekről ne térjetek le. Az utatokat kísérje szerencse, kitartás és szorgalom. Sok sikert kívánok nektek a 7. B nevében. A 7. A ritmusos, zenés pohárjátéka után a 7. B osztály éneke következett. Ezt követően a 8. A osztály nevében Szakos Anna, a 8. B nevében pedig Tauber Elvira és Sziva Boróka búcsúzott az iskolától. Mint mondták, az itt töltött évek valamennyiük számára megalapozta a jövőt, és szívesen emlékeznek az elmúlt 8 évre. Tanárainknak köszönjük a türelmet, felkészítést, a tudást, mely nélkül nem tudtunk volna helytállni a felvételi során. Leiner Laura ifjúsági regényíró soraival zárom a gondolataimat. Mindig azt hittem, hogy az első napok a legnehezebbek. Tévedtem, az utolsó napok azok. Szeretnénk köszöntet mondani alsós tanítóinak, Viplak Kati néninek és Szabó Tamásné Gyöngyi néninek, akik mindig ott voltak, ha szükségünk volt rájuk. Szeretettel búcsúzunk minden kedves tanárunktól. Ígérjük, minden tantárból mindenre emlékezni fogunk, amit a jövőben kérdezhetnek tőlünk. Búcsúzunk iskolatársainktól, elsősorban tőletek ballagtató hetedikesek. A felkelő nap házadallamai után, melyet Baffia Bendegúz és tanára Kökényné Kravcsi Kibolya adott elő, a ballagó 8-osok egy-egy szál virággal köszöntötték szüleiket. Majd a zeneiskola gitáros és fuvolás növendékei adták elő az Angol Kánon című művet. Az ünnepélyes zászló átadás után szintén egy kamaradarab,
Bob Phillips Tukán tangója következett. Zakar Ágnes intézményvezető ünnepi gondolatai következtek. Mai nap lezárul egy korszak az életetekben, hogy elkezdődhessen egy új. Kedves végzős diákjaink, második évfolyamosok voltatok, egy osztályba jártatok, amikor megismertelek benneteket. Alsós diákokként Viplak Kati néni és Szabó Tamásné Gyöngyi néni terelgetett titeket még a népházban, majd a nagyiskolában. Később érkező, iskolánkba iratkozó környékbeli, kisoroszi, leányfalui, visegrádi, budapesti tanulóknak köszönhetően 5. évfolyamtól már 2 osztályban folytathattátok tanulmányaitokat. Útravalóul azért fogadjatok el tőlem néhány tanácsot. Először is azt, hogy a világot igenis meg lehet javítani. Erre valamennyien alkalmasak vagytok. A bizonyítványotokba be is kerülhetett volna. A világ megjobbítására kiválóan alkalmas. Ebbe higgyetek, kérlek. Másodszorban. Az egyéni sorsunk mellett mindig ott a közösség. Osztály, iskola, település, nemzet sorsa. A csak magunkra gondolás, az önzés korunk nagy betegsége. Ne essetek bele ebbe a betegségbe, kérlek benneteket. Az intézményvezető végül egy ismert magyar együttes szövegével búcsúzott a diákjaitól. Nem kaptunk semmit könnyedén, de így minden sokkal többet ér. Kívánj egy szebb jövőt, egyszer majd szembe jön. A ballagási ünnepségen díjazták a kiváló tanulmányi, sport, verseny és művészeti eredményt elért diákokat. Zakar Ágnes intézményvezető, Matus Klára intézményvezető helyettessel közösen adta át a Pollák emlékplaketteket, melyeket a tavaly elhunyt Szántó Sándor helyi tűzzománc művész özvegye készített. Boróka tanulmányi eredménye az általános iskola 8 éve során kiemelkedő volt, mindvégig kitűnő bizonyítványt ért el. 2023-ban Gészalai Csilla, Sziva Boróka, Kis Csenge és Kis Anna érdemelte ki kiváló tanulmányi eredményeik miatt az elismerést. Jó tanuló és jó sportoló díjat és könyvjutalmat pedig Gáti Iringó, Tauber Elvira, Baffia Bendegúz, Zakar Anna, Szakos Anna, Csubák Milán, valamint Helmeci Levente kapott. Az ünnepségen a szülők segítő munkáját is díjazták, majd a végzősök számára az iskola jelvény átadása következett. Holán Nyári Veronika. Páncél Zoárd Milán. A ballagási ünnepséget a nyolcadikosok meglepetés éneke, majd a szózat zárta. Ami fáj, égen, ami ég, hol vagyom a szívünkben a jég.